Érkeznek a nézők a Beregszászi Művelődési Házba. A helyi népszínház amatőr csapata már évek óta nem lépett fel a saját városában. A régiek most Vlagyimir Balacki, közismert kárpátaljai humorista, művész nevén Pitkin segítségével próbálják feléleszteni az amatőr színjátszást Beregszászban. Jó. Egyelőre mindössze 6 főből áll az amatőr színjátszó csoport. Akad, aki először és akad, aki hosszú szünet után lép színpadra. Mindig szorgalmaztam, hogy csináljuk, mert szeretem ezt csinálni. Ugye én is művészeti iskolát végeztem, és szeretem ezt csinálni. Hát és így jött az ötlet, hogy akkor megpróbálsz, jössz? Hát persze, hogy megyek, hát miért ne? Úgyhogy így egyszerűen beleugrottam én is rögtön. Ahogy szóltak, jöttem. Lassan minden a helyére kerül, és kezdődik az előadás. Pitkin rendezésében Rejtő Jenő, Rózsa a lovak című darabját adják elő 2 felvonásban. A bemutatóra megtelt a Beregszászi Kultúrház nézőtere. Tudjuk, hogy ma már másképp tekintenek a színházra. Más világot élünk, de azokban az időkben, amikor a színi körök működtek, és tudjuk, hogy nagyon régen, még vissza se tudunk menni időben, mióta működnek Beregszászon, Kárpátalján színi körök. Ez a népszínház nagyon, de nagyon erős történelemmel rendelkezik. Milyen türelmetlen egy nő, amikor bukik valakire! Na! Beregszászban Sztálin halála után egy évvel 1954-ben jött létre a Népszínház, mely a 80-as évek végéig működött az azóta Budapestre áttelepült kiváló igazgató Sober Otto vezetésével. Az akkori követelményeknek megfelelően a színházban kötelező volt elsősorban szovjet szerzők darabjait játszani. Csak emellett tudtak alkalmattán magyar klasszikusokat is színpadra vinni. A rendszerváltást követően a 90-es években és a 2000-es évek elején viszont mindössze pár darabot tudtak bemutatni, mostanáig. Ki akartam próbálni magamat, tehát korábban nem színészkedtem, színpadon még nem játszottam. Közönség előtt legfeljebb konferencián adtam elő, polgári foglalkozásomnál fogva fiatal kutatóként tevékenykedek. És mindenképpen ki akartam próbálni, hogy milyen egy színpadon lejátszani egy darabot, és ez milyen hatással van rám. Továbbá, hogy leküzdjem a lámpalázamat, ha nyilvánosság előtt kell megjelenni. Még mindig neveltek a fejéből ezt a históriát? Sajnos nem is fogom. Ez a szerelem végkísér az életemen. Sikeres emberek születtek Beregszászban. Ennek a beregszászi színi kör és későbbi népszínháznak köszönhetően. Ugye gondoltam itt Triós Zsoltira, Szűsnerére, Vigyánszk Attilára, hogy ma mennyire van ennek hát értelme, vagy folytatása, vagy lehetősége, vagy lehetsége, vagy igény mennyire van rá, hát ez mai napból látszik, hogy van. A 3 nyelven, oroszul, magyarul és ukránul anyanyelvi szinten beszélő Vlagyimir Balacki Pitkin rendező humorista még katonai szolgálata alatt szeretett bele Rejtő Jenő műveibe. Önszorgalomból 3 Rejtő regényt fordított le magyarról orosz nyelvre. Az első bemutatóra ezért esett a Rózsa a lovagra a választás. Sokat dolgoztunk azon, hogy teltházunk legyen. Teltház volt. Ez nagyon fontos volt minden színésznek. Van, aki először játszott, van, aki nagyon régen nem játszott. Mivel én színpadon vagyok, folyamatosan szerepelek, tudom, hogy a közönség mit érez, és hogy kell ezt csinálni. De nagyon mindenki izgult, élveztem, és azt hiszem, hogy sikerünk volt. Az elején jól beszéltek, a végén jól rátettek egy lapáttal, és mindenki úgy ment haza, hogy jó, hogy eljöttem. Hát azt akarom, hogy a Beregszász vidám színpad is úgy működjön, hogy minden hónapban jó, hogy elmentünk. Az újra alakult vidám színpad első fellépését felállva tapsolta a beregszászi közönség. Szerintem ez most egy nagyon jó ötlet volt. A színdarab az nagyon érdekes volt, szerintem senki nem unatkozott végig, szóval nekem nagyon tetszett. Az egyelőre csak 6 főt számláló csapat minden vállalkozó kedvű fiatalt és idős szívesen lát soraiban. A tervek szerint ezentúl rendszeresen tartanak majd színházi esteket Beregszászban. Az előadásokra pedig nem kötelező majd jegyet vásárolni. Mindenki annyit dobhat bele a persejbe, amennyit gondol.